Fiatalok esély és otthon teremtése Nagyatádon című beruházás keretében lakásokat alakítanak ki ebben a Széchenyi téri házban. Ennek a kivitelezésére már beérkeztek az ajánlatok. Pontosabban csak egy, pedig 5 cégtől is kért a város. Ha egyszerűen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy a kalkulált, tervezett, a szakemberek a tervezők által kalkulált árnak a duplájára kaptuk ajánlatot. Ezért eredménytelennek való nyilvánítását javaslom ennek az eljárásnak. A probléma nem egyedi, sőt, a gondot az okozza, hogy egyszerre jelentek meg Magyarországon az ilyen jellegű uniós forrásokra kiírt pályázatok. Ennek következtében most egy időben kellene mindenhol építkezni. Így aztán nincs építőipari kapacitás. Egyszerűen az építőipari vállalkozások már a jövő évi kapacitásaikat is lekötik, és kivitelező hiány lépett föl. Ugye ez maga után mondta az áraknak a drasztikus emelkedését. A statisztikai hivatal által közzétett adatok szerint több mint 28%-kal nőttek egy év alatt az építőipari kivitelezési árak. A valóságban azonban ennél is rosszabb a helyzet. Szinte lehetetlen kivitelezőt találni. Így aztán a Széchenyi téri beruházás műszaki tartalmát is kénytelen most átalakítani az önkormányzat. És aztán ismét kiírják a közbeszerzést. Ahogy a Baross Gábor utca 2-es számú épület energetikai korszerűsítésére is. Ennek a becsült értéke nettó 122 millió forint. Ráadásul jövő tavaszra már el is kellene készülni vele. Ugyancsak elindítja az önkormányzat a gyógyfürdő hulladékhőjére alapozott geotermális fűtési rendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárást. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően 5 városi tulajdonú középület energiaköltsége lesz megtakarítható. Napelemes rendszereket is telepítenek majd. Ennek a munkának a becsült értéke nettó 250 millió forint. A kerékpárút hálózat fejlesztését szintén elindítja a város. Ez 2 részből áll. Az egyik az Ötvös Kónyi Nagyatád közötti szakasz megépítése. A másik pedig városi belterületén, alapvetően a Puzsanyi utcán, a Baross Gábor utcán, a Széchenyi téren megvalósuló szakasz megépítése, illetve a Hunyadi utca, a Szabadság utca vonalán meglévő hálózatnak az átépítése, és egy a Puzsanyi utcát érintő szakasznak a értesítése, ez tulajdonképpen a programnak a tartalma. Összesen mintegy 9500 méteren épül kerékpározható útvonal. Ennek jövő év őszére kell elkészülnie. A beruházás becsült értéke nettó 354 millió forint. A sportcsarnokban korszerűsítik a fűtési rendszert, és kicserélik a küzdőtér padló burkolatát. A felújítás a Magyar Kézilabda Szövetség finanszírozásában valósul meg. Ám ők is hasonlóképpen jártak, mint az önkormányzatok. A tervezett 33 millió helyett csak 43 milliós költséggel tudják megvalósítani a kivitelezést. Ehhez 13 millió forint önrészt biztosít a város, amit szintén jóvá hagytak a képviselők.